Proxy beállítás az adatbázisok otthonról való eléréséhez. Google Chrome. Amennyiben ön aktív státuszú polgára egyetemünknek és otthonról szeretné használni a PTE Egyetemi Könyvtár által szolgáltatott internetes adatbázisokat, lehetősége nyílik arra, hogy ezzel a videónkban bemutatásra kerülő módszerrel kapcsolódni tudjon a Pécsi Tudományegyetem tartományaihoz. Ebben a videóban a Windows operációs rendszerkörnyezetben futtatott Chrome böngészőben való beállításokat mutatjuk be. Adatbázisaink sikeres otthoni használatához önnek a PTE egyetemi polgárának, dolgozójának vagy hallgatójának kell lennie, és érvényes olvasójeggyel kell rendelkeznie valamelyik könyvtári egységünkben. A videóban a klikkelési és egyéb végrehajtási pontokat piros koronggal jelezzük. A megnyitott böngészőben klikkeljen a képernyő jobb felső sarkában látható ikonra, amellyel megnyitható a Chrome személyre szabását szolgáló felület, és ahol a beállítások is elérhetőek. A legördülő menüben kattintson a beállítások menüpontra. Ekkor egy új ablakban megnyílik a böngésző beállításaihoz tartozó felület. Görgessen le a lap aljáig, ahol a speciális beállítások megjelenítése elnevezésű linkre kell klikkelnie. Ekkor a már megnyitott oldalba újabb tartalom nyílik bele, ahol önnek ismételten tovább kell görgetni a felületet a képernyőn. Keresse meg a proxy beállítások módosítása elnevezésű nyomógombot, majd kattintson rá. Ekkor egy felugró ablakban megnyílik a böngésző beállításaihoz tartozó felület. Klikkeljen a kapcsolatok fülre. Ekkor az ablakban a kapcsolatok beállítási felület válik aktívvá. Itt keresse meg a helyi hálózati beállítások elnevezésű nyomógombot és kattintson rá. Ekkor az ön internet kapcsolatának beállítási lehetőségeinek felülete válik aktívvá. Ezen a lapon keresse meg az automatikus konfigurációs parancsfáj használata funkciót és aktiválja azt a felirat előtti négyzetbe való klikkeléssel. Amennyiben sikeresen aktiválta azt, gépelje be a videónkban látható módon a következő linket. http://dbproxy.lib.pte.hu/db.pac. Ügyeljen arra, hogy pontosan gépelje be a sort, ezért a gépelés után ellenőrizze le, hogy nem történt-e elütés. Ha végzett, nyomja meg az OK feliratú nyomógombot. Ekkor a proxy beállításra szolgáló ablak becsukódik, és az alatta lévő hálózati ablak felülete válik ismét aktívvá. Zárja be ezt is az OK feliratú nyomógombra való kattintással. A beállítások nevű oldalt már be is zárhatja. Ha böngészőjében ezután szabadon elérhető tartalmú honlapra navigál, a PTE Egyetemi Könyvtár proxia nem kapcsol be. Amint valamely könyvtári oldalunkat szeretné meglátogatni, a proxy érzékeli azt, és egy felugró ablakban olvasói azonosítást kér. Ehhez szüksége lesz önnek a PTE bármely könyvtárában beiratkozáskor kapott érvényes olvasójegyére, illetve annak olvasójegy számára, valamint az ahhoz tartozó jelszavára. Felhasználói névként gépelje be az olvasójegyének számát. A jelszó alapesetben az ön által a beiratkozáskor megadott születési hónap és nap négyjegyű számmal írva. Amennyiben ön a beiratkozást követően az OPAK felületén a jelszót előzőleg már megváltoztatta, akkor a sikeres hitelesítéshez ezt a megváltoztatott jelszót kell megadnia. Amikor az olvasójegyének számát és a jelszót sikeresen begépelte, akkor az azonosítás befejezéséhez nyomja meg a bejelentkezés feliratú nyomógombot. Amennyiben elgépelt valamit, vagy a hitelesítés nem volt sikeres, akkor a rendszer újra megjeleníti a hitelesítő ablakot. A sikeres hitelesítést követően a böngésző megjegyzi azt, és a böngésző végleges bezárásáig
vagy a számítógép újraindításáig nem lesz szüksége újabb hitelesítésre. Amennyiben olyan számítógépről internetezik, amelyet más, idegen személy nem használ, akkor a jelszómentést is választhatja. Ez esetben a számítógép legközelebbi bekapcsolása után a böngészőben lévő beállításoknak köszönhetően már nem lesz szüksége azonosításhoz, mert azt a böngésző a háttérben elvégzi. Kérjük, ne mentse el a jelszót olyan számítógépen, amit önön kívül más is használ. Ezek a beállítások érvényben maradnak, amíg ön meg nem változtatja jelszavát, vagy olvasójegyszáma meg nem változik. Amennyiben más böngészőre vált, vagy frissíti a böngészője verzióját, akkor a hitelesítés elvégzése ismételten szükségessé válhat. Ha könyvtári weblapunk meglátogatásakor a hiba cache hozzáférés megtagadva feliratot lát, vagy ehhez hasonló hibaüzenetet ad a böngésző, akkor ellenőrizze a proxy beállításokat, hogy helyesek-e. Amennyiben úgy véli, hogy helyesen adta meg, de a proxy kiszolgáló mégsem engedi a tartalmat megjeleníteni, akkor valószínűleg a proxy kiszolgáló elérhetetlen vagy üzemen kívül van. Ez esetben célszerű mielőbb jelezni ezt a hibát a könyvtári rendszergazdáknak a videó végén megadott elérhetőségek valamelyikén. A bejelentést követően munkatársaink megkezdik a hiba elhárítását. A helyes proxy beállítást és az azonosítás sikerességét a honlapunk e-könyvtár menüpontjának e-források nevű almenüpontjára való klikkeléssel ki is próbálhatja. Ezen az oldalon találja meg adatbázisaink listáját és webes elérhetőségeit is. Videónkban próbaképpen az EBSCO-hoston végeztünk egy keresést. A megfelelő kapcsolódás esetén az adatbázis a keresési találatokat kilistázza, valamint a képernyő jobb felső sarkában az azonosított intézmény felirata meg is jelenik, jelezve ezzel, hogy a felhasználót a rendszer a PTE tartományán belülinek látja. Ez esetben a kutatómunka zavartalanul folytatódhat, és a felhasználónak minden PTS jogosultsága működni fog, mintha az egyetem tartományi területéről internetezne. Ha a keresésre az adatbázis belépési vagy előfizetési adatokat kér, akkor vagy sikertelen volt a proxy beállítás, vagy más okból nem sikerült kapcsolatot létesíteni a proxy kiszolgálóval, de az is előfordulhat, hogy az adott adatbázis csomaghoz nincs előfizetés, vagy csak korlátozott elérhetőségi előfizetéssel rendelkezik a Pécsi Tudományegyetem. Érdemes a keresést más adatbázisban is kipróbálni. Ha ott minden rendben működik, akkor nagy valószínűséggel az adott adatbázishoz nincs, vagy már lejárt a hozzáférése az egyetemnek. Ez esetben könyvtárunk adatbázis referense tud további tájékoztatást adni a videó végén megadott elérhetőségek valamelyikén. Reméljük, hogy videós bemutatónk segítségére lesz abban, hogy ön az otthonából sikeresen és kényelmesen használhassa az adatbázisokat. Köszönjük a figyelmét!